Áldott légy mennyben lakozó jó atyám azért, hogy e szép, meleg, nyári, délutáni napon valamennyünk szívébe, lelkébe adtál vágyat, hogy feljöjjünk a te házadban a veled való találkozásra. Dicsőítjük nagy nevedet, jelenlétedért, hiszen te megígérted, hogyha ketten vagy hárman egybegyülünk a te nevedben, te jelen vagy. Magasztaljuk nevedet azért, hogy áldásokat készítettél számunkra. Urunk, egy szívvel, lélekkel kérünk, hogy amilyen meleg van odakint, úgy melegítsd fel lelkünket, szívünket, egyen-egyenként a te szent lelked erejével, e délutáni alkalommal. Ne engedd, hogy hiába való legyen a mi itt létünk. Tartsd távol tőlünk minden egyes olyan erőt, amely nem kedves te előtted, a mi ellenségünk erejét tartsd távol. Add, hogy a meleg ellenére tere át tudjunk figyelni, befogadjuk a te szent szavadat, a szent ígét szívünkbe, és azt szerint éljünk a hétköznapokban is, szeretetbe, békességbe, örömben, neved dicsőségére, lelkünk üdvére és mások lelke megmentésére. Köszönjük, hogy mindezt megadod ingyen kegyelmedből, szeretetet sokaságából a Jézus nevében. Amen. Amen. Mikor az úton menének, hogy ő beméne egy faluba,
egy Márta nevű asszony pedig befogadá őt házába. És ennek vala egy Mária nevezetű testvére, ki is Jézus lábainál leülvén hallgatja vala az ő beszédét. Márta pedig foglalatos volt a szüntelen való szolgálatban, előállván azért mondom, Uram, nincs én arra gondolt, hogy az én testvérem magadra hagyott engem, hogy szolgálja? Mondjad azért néki, hogy segítsen nékem. Felelvén pedig mondanék ki Jézus, Márta, Márta, szorgalmas vagy és sokra igyekezel. De egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik ő tőle. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki a délutáni alkalommal eljött az Úrházába vele való találkozásra. Az Úr Jézus Krisztus szeretetét és az ő áldását kívánunk, hogy adja meg mindannyiunk számára, mindannyiunk életében, úgy e délutáni alkalommal, mint a hétköznapokban is, amit tartja földi életünket. Úgy látom, hogy a fúvózenekar készült e délutáni alkalomra, ők fognak szolgálni, a vers szolgálók úgy láttam kiírva, hogy a hatodik csoport van kiírva, de rajtuk kívül is, közülük is, akik készültek, akár egy énekkel, akár egy verssel, az Úr neve dicsőségére és lelkünk üdvére meg fogjuk hallgatni. A pásztor testvérünk is meg fog érkezni, egy kicsit lehet később, majd ő fogja hirdetni az ígét. Imádkozzunk és reménykedjünk abban, hogy időben megérkezik ő is közzéjük. Tehát most legelőször kérném a fúvózenekar az Úr szolgálatára, és azután ahogy kikérzi a lelkében, akár verssel, akár énekkel, akár bizonyságtevéssel, szeretettel meghallgatjuk.